Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcon. A mai videóban pedig draftozni fogunk, FIFA-szerű draft. A csomagokból csak egyetlen egy lapot választhatok, és összerakunk így egy 11 fős teljes foci csapatot. Ebből a display dobozból fogok akkor 11 csomagot így kiválasztani, és akkor ilyen FIFA-szerűen megcsináljuk. Simán jöhet ebből 3, innen is mondjuk 2, meg a végéről 1, az úgy egyenlőre. Már egész jól állunk. Még innen jöjjön 4, meg az elejéről berakok, elvesztettem a fonalat, leszámoljuk. Próbálok valami felálláshoz ragaszkodni. Ez a felállás legyen mondjuk, hát nem is tudom, 4-4-2. Ugye egy kapus, az fix. 4 darab védő. Nem lesz egyszerű ezeket kirakni így a 4 védőt. Lesz nekünk mindenképpen akkor így 4 középpályásunk. És pont jól szedtem ki a pakokat, nem tévedtem, akkor így lesz 2 csatár. Úgyhogy így fog kinézni a keret, ez a doboz, ez fantasztikusan jól néz ki, a display doboz itt hagyjuk. Na de, remélem összejön, aztán hogyha nagyon-nagyon nem, természetesen akkor változtatok majd itt a felállásom. De egyenlőre ez, amit így kitűztem célul. Figyelek majd, hogy valamilyen összhangféleség legyen a csapatban, de nem feltétlen, mondjuk van egy Ronaldo teammate, vagy egy Tadic topmaster, lehet a Ronaldo teammate-et választom ki, mert itt igazából az embert figyeljük, és nem a pontszámot, mint mondjuk egy kártyaháborúban, ennyi a különbség. Illetve a keret kapcsán kicsit többet magyarázok. Na de nézzük! A lényeg, hogy egyet választatok, és a FIFA draftot fogjuk igazából leszimulálni. McTominay az első, majd utána, hoppá, egy funsó, az se semmi. Majd utána Martinez, John Stones a védelembe. Hoppá, nem rossz. Rabiot és Neres. Hát, McTominay se lenne rossz a középpályára, de Stones se a védelembe. Mégiscsak egy egész jó City-s védő. De legyen a United, McTominay. Most így döntöttem aztán. Persze, ha ti máshogy döntenétek, mindenképpen írjátok le kommentben, mert érdekel. Most a héten játszottunk egyet matricásba is, ugye ez volt a lényeg. Hát nagyon-nagyon kemény keret jött ki egyébként. Luka Modric, ez se lesz gyenge keret, hát már Modric az elején. Majd utána Morata, támadó szekcióba. Majd van nekünk egy Cardona, egy Cavani, egy Salah, azt a mindenit, és egy Fiola a végére. Salah, az a támadóba brutál durva lenne, de Modric uralná kb. A középpályát, ő lenne a diktátorot. Megmondaná a srácoknak, hogyan kell helyezkedni, úgyhogy Modricot választom. Menjünk tovább. Eddig a középpár nagyon szépen alakul, de semmi más nem. Nézzük meg a posztokat először. Ó, van itt egy ilyen semmilyen poszt, gondolom logó. Kapusunk is van. Izgatottan várom, milyen kapus lesz. Ter Stegen, Barca kapusa, illetve egy Fehérvár logó, hát a logóval semmit nem érünk. De van nekünk Kovárán a védelembe, Dominator, Ekambi, illetve Piqué. Hoppá, Piqué és Varane. Meg Lukaku, meg Ter Stegen. Azt a mindenit, bőven-bőven vannak jó lapok. Legyen Varane, mert alakítani kéne a védelmet, és nem tudom, Piqué az már picit öreg, kicsit belassult, én úgy látom az elmúlt években. Varane még azért, talán még van benne lehetőség. Oké, nézzük a következőt. Spinazzola, ő is megy a védelem alakú. Sergio Ramos, csak hát a PSG-ből nem sok szerephez jut most, már sérült, meg minden baja van. Nem játszott még meccset a PSG-be. Gomez, João Félix, jó kis fiatal csatár. Rojo, illetve egy AC Milan logó. Én Ramost választom, eléggé reálos itt a dolog. Jó, Varane már az más tészta, de hogy, meg Ramos is, de hogy ilyen volt reálos szekció, talán köztük lehet egy kis összhang, hogy így megbeszéljük a dolgokat, ha már több éven keresztül ezt csapatba játszottak, lehet, hogy ér valamit, nem tudom. Minden esetre én bízok Ramosban, nem marad örökké sérült, én beválogattam, kockázatos döntés volt. Most már egy jó csatát is nézhetnénk. Hát viszont ilyen jó kapus jön, Loris, francia válogatott kapusa, Firmino, majd utána egy Tomori, egy Dentinho, egy Ángel Di Maria, N'Golo Kanté, több középpás nem szeretnék, pedig mindkét srác a posztján zseniális.
Én a kapusra szavazok, legyen meg a kapusunk, mert aztán meg ha nem nyitok kapust a többi pakból, akkor elég rosszul fogunk kinézni, úgyhogy őt oldalra is rakom. Ő lesz a fix kapusunk, kicsit akkor így lejjebb jönnek ezek a kártyák, és akkor szépen ki tudom pakolni majd a felállás szerint, úgyhogy Loris a francia válogatott kapusa, az első számú hálóver. Nyitjuk a következő pakot, Karim Benzema! Azért itt a francia vonal is teljesen jól meg lehet, ha Benzema megy csatárpozícióba. Papastathopoulos, majd utána Lenglet, van itt egy Timo Werner, megint csak csatárnak jelentkezik Uri, illetve egy Sergio Ramos, hát őt még egyszer már nem tudom beválogatni. Legyen Benzema. Nagyon-nagyon jó formában van a csávó. Simán lehet az egyik csatárunk, szerintem nem lövünk mellé. Jön a következő pak. Ebben van egy Ellison kapus, még egy kapus nem tudunk választani, ezek automatikusan kiesnek most már, hogy beraktuk Loriszt. Majd utána egy Sáktáros, egy Palmeiras, majd utána egy Toni Kroos, Liverpool logó, Cuadrado. Megint a Reálost kell választani, kapus kiesik, a többi meg igazából nem egy akkora nagy játékos, Cuadrado is kicsit leszerepelt a szememben, én többet vártam tőle, amikor ilyen nagy fiatal tehetségnek lett kikiáltva. Legyen Toni Kroos a rutin, a veterán vonal, illetve hát mégiscsak azért ott is a Reál vonal az itt teljesen jól megvan, tehát összhang az itt biztos, hogy működik. Annyit változtatok, hogy Toni Kroos az maradjon a tengelyben, a közepén, és akkor Modric esetleg szélről fel tud csatlakozni a támadásokhoz, de ez már csak ilyen filozofálgatás. Mert hogy játékban sajnos, hát ezekre tényleg FIFA-ban nem nagyon lenne pénzem, hogy játszunk vele egyet, mert ezek elég top játékosok. John Stones, majd utána Ante Rebic, nem rossz, Cardona, Cavani megint, Dudu, és egy Chelsea logó, Stones. Legyen, a csatár kérdését nyitva akarom hagyni egy Mbappé, Ronaldo, Messi előtt, úgyhogy én egyelőre Stones-t választanám, és akkor ezzel a védelem teljesen rendben van, berakjuk erre az oldalra. Úgyhogy már alakul a keret, és semmi negatívumot nem tudok elmondani. Mindenhova top játékosok tulajdonképpen. Karim Benzema még egyszer, jönnek a duplák, és nem bírom még egyszer berakni. Kai Havertz középpályára, Neymar a támadó részre, Suárez, Martinez, Naj, Bakker, pedig Kai Havertz a fiatalja lehetne a csapatnak, mert azt nézzük, ez a csapat így nagyon öreg. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy már mindenki, majdnem mindenki 30-on túl van. Legyen egy fiatal is, Kai Havertz. Kell a power, úgyhogy csak azért nem választottam Neymart. Még kell egy védő, illetve egy támadó, hogy a felállásom az klappoljon. Úgyhogy először ki is veszük azokat a lapokat, ami fontos. Kapus nem is játszhat, most már középpályások se jók. A védő, támadó, ez jó lehet. Nézzük meg ezek közül, miket hagytunk ki. Tök jó játékosok, de semmi olyan extra kiemelkedő. Nézzük a védő, illetve a támadó Diogo Jota, illetve hát egy Carlos, fans favorite, Boca Juniors, Diogo Jota lenne a csatárunk. Én attól tartok, hogy ebbe a pakban lesz jobb csatár. Én most arra gondolok úgy, hogy egyenlőre nem merném Jotát berakni oda. Legyen ez a Boca Juniors-os védő, egyébként 86-os pontszám, úgyhogy nem hiszem, hogy annyira rossz, bár számomra ismeretlen egy picit a neve. Nézzük a csatárt. Ott van, már egyből ott van. Kettő darab közül tudunk válogatni. A többieket azért nézzük meg mindenképpen. Van itt nekünk egy Mason Mount, Skriniar, Ellison kapus, nem rosszak, főleg az a Mount, az de jó lett volna még a középpályára. Hát ha nagyon vész esetén lemódosítjuk arra, hogy öt középpályás lesz, de inkább szeretnék csatát rakni, ugye? Kettő közül válogathatunk. Iván Petriák és Sadio Mané! Nem lehet kérdés, hogy Petriák fog bekerülni a MOL Fehérvárból ebbe a csapatba. Hát ezt igencsak benéztem. Korábban kellett volna valami jobbat választani, vagy mondjuk Manét berakni, de én mégis úgy döntöttem, hogy ha már ő jött és csillogós, game changer típusú, jól van, adjuk meg az esélyt, legyen benne Iván Petriák, a MOL Fehérvár játékosa.
Elképesztő. Egyébként nem lett rossz a keret, remélem, hogy valamilyen szinten tudná segíteni Benzema játékát, de Benzema van olyan tapasztalt, hogyha jó labdákat kap, egyébként meg tudná egyedül is oldani. A középpálya az bitang, tehát fiatal és idősek is kiegészítik egymást, tényleg ezek mind-mind fantasztikus világklasszis játékosok. A védelem se rossz szerintem, kapus teljesen okés, úgyhogy ez egy jó keret lenne, ha a valóságban ilyen kezdő 11-et tudnák kiállítani. Egyértelműen BR részt vő top csapat. Petriák szerepe az még kérdéses, de hát ha felnő a csapatához. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a draftot. Mondom, ha van valami más döntés, hogy ti máshogy raktátok volna össze, nyugodtan írjátok le. Kíváncsian elolvasom, megbeszélgetünk róla. Legközelebb találkozunk, mérdéjezünk majd holnap. Sziasztok!